Vetőgépet szerelnek a nyírtéti ipari parkban. A monstrummal hamarosan közel 120 hektáron vetnek majd kalászost a község határában. A munkagép karbantartásához szükséges műhely a közelmúltban készült el. A több mint 2,5 hektáros ipari terület fejlesztésére korábban vissza nem térítendő támogatást nyert az önkormányzat. Napjainkban készült el a beruházás, 2021-ben pályáztunk top projektgazdaságfejlesztési program keretén belül. Egy elvárt igényt sikerült ezzel a projekttel megvalósítani, hiszen korszerűsíteni tudtuk a műhelyépületünket, raktárépületet tudtunk beüvíteni, tűzvíztározót építettünk, valamint a teljes iparterületnek a belső úthálózatát sikerült szilárd burkolattal elrát. Az önkormányzat jelentős erőgépparkkal rendelkezik. A betonutak mellett ezért fontos volt, hogy gondoskodjanak a járművek és a munkagépek állagmegóvásáról. Éppen ezért a felújított és az újonnan épült műhelyeket, csarnokokat korszerű energetikai szempontok szerint alakították ki. Az önkormányzat 1991 óta önálló gazdasági társaságot hozott létre. Napjainkra ez a gazdasági társaság 450 hektáron termel növényt, elsősorban gabonafejléket, illetve 60 hektáron dohánytermesztéssel is foglalkozunk, és a megtermelt javaknak a raktározása az minden évben gondolt problémát jelentett, illetve az erőgép-munkagépparknak a karbantartása szintén fontos tényező társaságunk életében, és ezeket a karbantartásokat is szerettük volna modern körülmények között biztosítani. Az önkormányzat a terület és településfejlesztési operatív programból több mint 330 millió forintos forrást nyert a fejlesztésre.